Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézd, itt nőnek lassan elkezdett bepirosodni ez a narancs. Szóval, hát olyan 10 napig, 2 hétig nem volt videó. Az a helyzet, hogy nem azért, mert nem volt kedvem, hanem úgy hozta a sors, hogy felborult egy kicsit itt körülöttem minden. Helyzet az, hogy pár napra felugrottunk Budapestre, hát előtte pár napig ugye megpróbáltam elvarni a szálakat, hogy ez rendben legyen, felmenni augusztus 20-ára. Hát ugye, aki pesti, azt tudja, hogy tűzijáték nem volt, elverte az eső, lesz most, de hát én meg már nem vagyok ott. Mindegy, lényeg az, hogy az állatkert legalább szép volt, ez a jövőháza, vagy hogy a fenébe hívták, ez meg egy nagy lehúzás, de ez már az én véleményem. Térjünk vissza a kertre. Hát hazajöttem, azt hittem, csinálok videót, de nem sürgősen. Budapest után Bukarestbe kellett utaznom, Bukarestbe töltöttem néhány napot. Hát hazafelé vett most még, hál' Istennek, egy kőfelverődés is érte az autót, meg is mutatom. Miután elmentünk Budapestre tűzjátékot nézni, amiből semmi nem volt, hazajöttem, dolgoztam, elmentem Bukarestbe, és akkor egy felcsapódó kő az úton, tegnap este, az a hátsó szélvédőmet gyakorlatilag elintézte. Úgyhogy hát ez nem volt a legszerencsésebb hét, és akkor még a paragonya is bedöglött. Na mindegy, menjünk, ássuk ki, nézzük meg, hogy mi termett a paragonya alatt. Hát ez van most az autóval, a hétfőig ezzel nem tudok mit kezdeni, és akkor hát így elkezdtem most, hogy a kertbe akkor tegyek rendet, és hát kiderült, hogy egész jól viselte a kert, kivéve ezt a bizonyos növénykét, amit itt látunk, ami látjuk, hogy elkezdte ledobni erősen a láncot. Hát nem csoda, hiszen ő egy ilyen edényben volt. 10 napig, 12 napig senki nem locsolta, és ennek az lett az eredménye, hogy hát ez ledobta a láncot. Ugye nem tudom igazából megmondani, hogy amiatt van, mert nem volt locsolva, vagy amiatt, mert megbetegedett, vagy csak amiatt, mert burgonyára van oltva. Ugyanis ez az a paradicsom, ami pontosan idáig paradicsom, és ugye onnan lefele az a barna, az már burgonya szár. Na mindegy, hát ez ennyi volt idén, a paragonya. Készítését azt megmutattam. Most szeretném megmutatni, hogy mit termett. Tehát most azt fog következni, hogy a kamera előtt felszámolom az idei paragonyát. Tehát előtte még ezeket a kis paradicsomokat leszedjük róla. És aztán megnézzük, hogy mi van alatta. Hát akit érdekel, hogy termette a... Ugye a tetején termett paradicsom az evidens, hát az látszik szerintem. Hát nem ennyi volt rajta, rengeteg, csak hát most ugye ennek annyi. Hogy mennyi burgonya van a föld alatt, ha van egyáltalán. Én is kíváncsi vagyok, nézzük meg. No, hát az egyszerűség kedvéért én úgy döntöttem, hogy elvágom ezt a szárat, így, meg így, és akkor ezt a felső részt, ezt félreveszem. Ugye látható, hogy itt mellette más növények is vannak, azokat megpróbálnám nem bántani. Úgyhogy, ugye ide gyömbér van ültetve, ez gyömbér, ott alában az meg kurkuma. De hát azt még nem szedjük ki a földből, egyenlőre csak a burgonyát. És akkor nézzük meg, hogy mennyit termett a paragonya. Ha termett egyáltalán. Ugye be volt mulcsolva, ezt a mulcsot kicsit félreveszem. Így majd visszatesszük, és akkor lássuk. Na, hát itt a gyökérzet, és pajor is van benne. Látjuk, nagy ronda pajor, majd elintézzük, és akkor lássuk, hogy volt-e alatt a burgonya is. Na nézzük meg, tehát itt az oltás nyoma, innen lefele ez a burgonya, innen felfele ez a paradicsom. Remélem látható, két szára volt,
ez a másik szára. Itt sokkal tisztábban látszik az oltás, tehát hogy hol volt ékoltással, hát még látszik az éknek a nyoma, ahol a paradicsom a burgonyába bele toltva. Itt a nagy gyökérzet. Na hát én ezt lerázom, és félreteszem. És akkor turkáljunk egy kicsit a földbe. Na kérem, ez egy olyan burgonya, ami fölött nem volt burgonya levél egy sem, és látjuk, hogy elkezdett újra csírázni. Itt is már hozott egy csírát, és elkezdett újabb burgonyát hozni, de itt is látjuk, hogy elkezdett a föld alatt tovább csírázni. Így, még egy pajor. Még egy burgonya. Még néhány burgonya. Hát nem nagyok. Hopp, még egy pajor, ott a pajor. Még egy pajor. Azt a mindenit. Lenne még érzek gyökereket, de nem tudom, hogy burgonya gyökér-e. Közben itt nézem a hő, mennyi pajor. Atya ég. Na majd erről is a végén csinálunk egy képet, hogy mennyi pajort szedte mindenki. Azt a mindenit. Rengeteg pajor. Ott is látok egyet. Na, egy pillanatra megállok, hozok nekik egy dobozt, el ne szaladgáljanak. No, összeszedtem a pajorokat. Hát, szerintem cserebogár. De mondjuk nehéz ezt megmondani, mert nagyon soknak ilyen a... Tehát még akár a lótetőnek is ilyen a pajorja, úgyhogy a fene tudja. De szerintem ez cserebogár pajor lesz. Hát rengeteg volt a burgonya alatt. Számoljuk csak 2, 4, 6, 8, 10 darab. Meg egy néhány krumpli. Meg hogy ott van rajta a paradicsom. A poénból mérjük meg, mennyit volt egy tő alatt. Mert ez egy tő volt, tehát egy burgonyára ráoltott 2 paradicsom szár. Mérjük meg. No, hát megmértük ezt is. 192 gram, hogy megéri-e ennyi burgonyáért molyolni. Egy tő ennyit adott, na meg kicsik is. Meg az egyiket megrágta az a bizonyos pajor, ott látszik. Természetesen nem, de a játéknak nagyon jó volt szerintem, és hát ugye az bizonyítás. A paradicsomot viszont teljesen úgy terem, mint bármelyik másik tő. Tehát amilyen fajtát ráteszünk, a fajtának megfelelően fog teremni, nem lesz kevesebb, vagy kisebb, vagy másabb a termés. Egy ilyen nagyon apró termetű paradicsomot tettem rá, és látjuk, hogy gyönyörűen nő, tehát igazából ez egy extra, hát sok haszna nincs, de tény, hogy mondjuk 20 deka krumplit meg lehet termelni egy ilyen paragonyatő alatt. Hát, játéknak jó volt, most még lekapom ezeket a paradicsomokat róla. Azért vicces, hogy egyszer az ember paradicsomot is termel, meg krumplit is, egy növényem. Játéknak tényleg nagyon jó, mindenkinek csak ajánlom, egy ilyen belső, hogy is mondjam, csak sikerélményt ad, hogy ezt is az ember megcsinálja, összejön, működik. Igen, holnap lesz egy élőadás, erről majd küldök értesítőt is, ahol két dolgot szeretnék igazából bejelenteni, ugyanakkor akinek van hozzá kedve megbeszélni, a Kisvakon csatornát illetően két dologgal bővül a Kisvakon csatorna, és erről szeretnék majd néhány szót mondani azoknak, akik, hát, akik érdeklődnek iránta. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, végre itt vagyok, újra lesznek megint videók, remélem most már minden simán fog menni, addig is a viszontlátásra. Akinek van kedve, holnap lépjen be az élőre. Minden jót!